Itt az új Sonicnak a bejelentése, a Sonic Frontiers, ez lesz a címe a Sonic Team-től. És akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg. Mert már egy olyan előzetes volt, hogy egy szaladt, de még a címét... Hol várjál, mit mondod? Valamit mondod. A Sonic Over Here. Ez most tényleg ezt mondta, vagy ki volt? Wow. Az igen. Na ez már játékon belüli? Vagy ez is csak CGI? Na az játékmenetes ki? Ez? Wow, ilyen nagy nyílt világ lesz is abba. A zene is. It's too dangerous, talán azt mondta. Mire legyen egy PC, Switch, Xbox One, Xbox 2022 holiday! Hú, hoppá! Jó! Az igen, hát az meg kell mászni. Oké, akkor előkészítettek itt a Sonic Team-től valami nagyon komoly játékot. Elég nagy nyílt világúnak tűnik ez nekem. Túl sok Sonic játékkal még nem játszottam, de azért az úgy emlékszem, hogy ilyen pályákra van oszva a legtöbb. Szóval ez azért nagy újítás lesz, úgy érzem. Már csak az a kérdés, hogy mennyire lesz ez jó. Nézzük meg a honlapon, hogy ott van-e valami extra, vagy PC game-et írta, és nem az Epic Games-et, úgyhogy lehet, hogy Steam-en is megjelenik. Ja, itt van amúgy Steam-en új kalandokba, új világokba juthatsz el, és akkor itt vannak azok a fotók, amik láthatóak voltak. Tervezett megjelenés akkor az ünnepek, tehát kb. Egy úgy év múlva fog majd megjelenni körülbelül. Világok csapnak össze Sonic legújabb kalandjába, egy olyan tapasztalat, olyan élmény, amiért még sosem éltél át, új magasságok, gyors open zone freedom, nyílt világú szabadság, harcolj erőteljes ellenfelek ellen, miközben szaladsz a Starfall Island-eknél, tehát akkor ez a helyszín. Lesz erdő, vízesés, sivatag és további dolgok. Fúha! Nagyon érdekesnek tűnik, én már nagy szeretettel várom akkor 2022 ünnepek, tehát egy év múlva addig azért pótolhatok Sonic játékokat, már ajánlottatok elég sokat, és gondolkozom is, hogy akkor jövőre hogyan és merre haladok a Sonic végigjátszásokkal tovább. Viszont azért most még a Sonic 2 filmnek az előzetese is itt van, az majd mindjárt Zsófival azt is felveszük, azt a reakció videót, és az utáni nap meg a Sonic Colors-nak a Cope végigjátszása lesz, ami a Gameland-et illeti. Szóval most lesz azért egy kis Sonic tartalom, találkozunk legközelebb.